Állati jó napokat tartanak 2-től csütörtökig az 5-ös számú általános iskolában. Az esemény aktualitása az Állatok Világnapja, melyet 1931 óta ünneplünk Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ezen a napon ma már nem csak a vadon élők, hanem minden állat védelmére felhívják a figyelmet. Játszani kell vele, meg ittatni, meg értetni. Sétáltatni is el kell vinni. Érdemes már a legkisebbeket megtanítani arra, hogyan viselkedjenek az állatokkal. Hogy ne szemeteljünk, és hogy ne pusztuljanak el az állatok. Az Állatok Világnapi eseményének célja, hogy éljünk harmóniában a minket körülvevő élőlényekkel, a természettel. Az év bármely napján érdemes ellátogatni a közeli állatkertekbe, vadasparkokba, hogy feltöltődjünk azokkal az élményekkel, amelyeket csak az állatok nyújthatnak az embereknek. Kell beszélnünk arról a gyerekek körében is, hogy miért fontos az állatok védelme, tehát nem csak az öröm és az legyen meg a gyerekekben, hogy csak szeretgessük az állatokat, hanem bizony felelősséget is kell vállalnunk értük. Állattartás esetén fontos olyan szabályokat betartani, mint az etetés, valamint az itatás. A kutyának sok helye legyen, hogy fusson, hát őt is el kell mindig naponta sétálni, és szerintem ez. Meg hogy mindig legyen állat, ilyesmi víz. Az állati jó napok során a diákok az állatsimogatás mellett feladatlapokat töltöttek ki, valamint különböző állatkák elkészítését gyakorolták a kézműves foglalkozáson. Szerda délután a Gyulai Kutyás Egiliti Szabadidő Sportklub bemutatójának voltak részesei a gyerekek a Lila iskola előtti téren. Ez a gyerekeknek egy nagyon fontos szempont, az állatokkal való kapcsolattartás, és minél fiatalabb korba kezdik el, annál célszerűbb őket tanítani erre. Hát mi ezt a napot a kutyákkal próbáltuk kellemesebbé tenni. Hát én úgy gondolom, legalábbis nekem az az elméletem, hogy a kutyanevelés és a gyereknevelés között nem sok különbség van, és ha a gyerek nagyon fiatal korában kezdi el az állatokkal való, vagy a természettel való kapcsolatot, ez a felnőtt korában is nagyon nagy hasznára válik. A 3 nap során adományokat gyűjtött az iskola, melyet csütörtök délután átadnak a Gyulai Állatvédő Egyesületnek.